Európai rendszer és sebességváltást követelt a római parlamentben tartott félórás beszédében Matteo Renzi. Az olasz miniszterelnök programot hirdetett, ugyanis Olaszország július 1-én átveszi Görögországtól az Európai Unió soros elnökségét. Renzi szerint csak megszorításokkal immár nem lehet gazdasági stabilitást teremteni Európában. De azért strukturális reformok bevezetését is bejelentette. A következő 1000 napban az olasz kormány kihívni készül a parlamentet pozitív értelemben, kezdeményezőként, hogy növeljük az ország teljesítményét. Hogy Olaszország megengedhesse magának, hogy ne egy máshonnan diktált rend szerint működjön. Hogy elmondhassuk, nem azért vezetünk be reformokat, mert kérik tőlünk, hanem mert tudatában vagyunk annak, hogy szükségünk van rájuk, mondta az olasz kormányfő. A Földközi-tengeren Afrikából Olaszországba érkező menekültáradatról úgy vélte, közös európai fellépésre van szükség, különben az Unió megtarthatja a valutáját, az olaszok pedig saját értékeiket. A legfontosabbnak a munkanélküliség elleni harcot nevezte. Olaszországban a fiatalok 40%-ának nincs munkája, a külső nyomásra bevezetett megszorítások pedig szerinte nem segítenek ezt megoldani.